A járványhelyzet miatt nem hívja össze a fővárosi közgyűlést Karácsony Gergely. Az indoklás szerint járványügyi kockázatot jelentene, hogy zárt térben kellene tanácskozniuk a fővárosi képviselőknek. Ez azt jelenti, hogy a közgyűlés feladat és hatáskörét a főpolgármester gyakorolja majd, vagyis gyakorlatilag a közgyűlés helyett Karácsony Gergely hozza meg a döntéseket. Azt ígéri a főpolgármester, hogy figyelembe veszi majd a frakciók véleményét. Hétfőn kivétel nélkül az összes baloldali párt arról beszélt, hogy azért nem támogatják a kormány koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatát, mert az időkorlát nélküli rendeleti kormányzáshoz vezetne. Így érvelt például Gyurcsány Ferenc. Azért küzdünk, hogy hazánk maradjon demokratikus, szabad jogállam. Nem lehet éppen ezeket elvenni, bármilyen más harc ürügyén. De a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP szónoka is bírálta a javaslatot. Nem fogunk időkorlát nélküli felhatalmazást adni önöknek a rendeleti kormányzása. Szögezte le a Párbeszédes Szabó Tímea. Ám eközben pártársa, a főpolgármesteri székben ülő Karácsony Gergely gyakorlatilag teljhatalmat kapott, derül ki a budapest.hu-ra feltöltött tájékoztatóból. A veszélyhelyzetre hivatkozva mostantól Karácsony Gergely rendeleti úton a közgyűlés összehívása nélkül irányítja a fővárost. A testületet márciusra például már össze sem hívta. Ezután egy személyben hozza meg azokat a döntéseket, amelyek amúgy a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Karácsony Gergely ezentúl egyedül dönthet például a fővárosi tömegközlekedés sorsáról, a kifizetésekről, telkeket, épületeket adhat el vagy vehet meg, hidakat zárhat le, és módosíthatja a nemrég elfogadott költségvetést is. Ha a parlament el is fogadja jövő héten a koronavírus elleni védekezésről szóló javaslatcsomagot, a miniszterelnöknek még abban az esetben sem lesz akkora jogköre, mint mostantól Karácsony Gergelynek. A kormányfő ugyanis a kormány tagjaival együtt dönt, és az országgyűlés továbbra is működik. A főpolgármester ellenben az önkormányzati intézmények megszüntetésének kivételével mindenről egyedül önállóan dönthet. Ráadásul időkorlát nélkül, egészen a veszélyhelyzet fennállásáig. Ami azért is érdekes, mert az ellenzék hétfőn a parlamentben a kormány törvényjavaslatát pont ennek az időkorlátnak a hiánya miatt kifogásolta.